Szentestén délután 4:30 körül nagy tragédia érte a Samu családot. A házuk egy része leégett, a felbecsült kár pedig meghaladja a 10 000 eurót. Az egész házunk szinte lakhatatlan lett a koromtól, a füsttől. Egy hónapig szüleimnél laktunk. Hála Istennek a sok jó ismerős mesternek, most már visszaköltözhettünk, épp a napokban fejeztünk még 2 szobát. Hát ez a rendezvény, ez nagyon-nagyon sokat jelent számunkra, és köszönjük a szomszéd Zakinszky házaspárnak, hogy ezt megszervezte, mert nem igen kaptunk támogatást. Nagyon szépen köszönjük az embereknek, hogy ilyen sokan eljöttek, támogatnak. A rendezvény polgári kezdeményezésre indult, emelte ki a szervező. Mivel eddig még senkitől nem kaptak segítséget, semmilyen hivatalos szervtől, ugye fordultak a községhez, onnan egyelőre a kérvényüket átutalták a szociális központba, tehát ők önerőből helyrehozták hátul azt a részt, meg át kellett nekik festeniük az egész házat, és akkor eszünkbe jutott, hogy hát úgyis ritkán van ilyen jellegű rendezvény, ami egyrészt erősíti a közösséget, másrészt segít ugye a bajba jutottakon. A temeriniek mindig is összefogtak a nehéz pillanatokban. Ez így volt most is, amit bizonyított a telepi iskola megtelt tornaterme. Azért akarunk segíteni, mert aki rászorul, annak akarunk segíteni, és akkor így hát szegény fiatalok így jártak, akkor segítünk nekik. Meg hát az unokánk is itt fő szerepel most, és akkor azért jöttünk ki megnézni. Hát jöttünk segíteni, amennyivel hozzá tudok járulni, a segítségére ennek az embernek, annyival hozzájárulok. Nagyon jó látni, különösen most, hogy a temeriniek összefogtak, az iskolatársak összefogtak, valaki amilyen úton, módon esetleg kapcsolódott a családhoz. A telepi általános iskolában megszervezett jótékonysági rendezvényen felléptek az iskola diákjai, közöttük a Samu család gyermekeinek osztálytársai is, valamint a Juventus gyerekkórus és a Double D együttes is.